Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Nagyon fáradt vagyok, ne haragudjatok, hogy a videónak az eleje egy kicsit ilyen... olyan lesz. Az a helyzet, hogy 9 óra van, és mostanában a 9 óra az nekem már alvásidő, úgyhogy elég fáradt vagyok, hisztis vagyok. Aludnék már, de kell még dolgoznom, és egész nap nagyon produktív voltam egyébként, úgyhogy büszke vagyok magamra. Elég pöttyös a fejem, de erről nem sokára fogtok látni egyébként egy videót, ahol egy kicsit beszélek róla, de mindegy, nem is ez a lényeg. A lényeg. Kaptam egy csomagot. Nagyon sok csomagom érkezett mostanában, viszont ez egy érdekes csomi. Az a helyzet, hogy biztos mindenki tisztában van vele, hogy mi az a Forever Living és az aloe verás dolgokkal. Évek óta, de ilyen 10 éve körülbelül megvan az a fix pár termék, amit mi használunk, de nem nagyon próbálgattam ki újakat. Az én személyes kedvencem az Aloe First, és amikor a karom el volt törve, akkor szedtem 2 vagy 3 féle bogyót, hogy gyorsabban összeforjon, meg a sebb jobban szebben hegesedjen, meg nem tudom én micsoda, nem értek hozzá. És a lényeg, nem tudom hányszor fogom még mondani, hogy lényeg, tényleg fáradt vagyok. Az egyik barátnőm küldött nekem egy csomagot. Ódákat zengett nekem az egyik arcápolási vonalról a Forever-ön belül, és nyilván fogalmam nem volt, hogy miről beszél, és meglepett. Ma megérkezett a csomag, úgyhogy megmutatom nektek, hogy miket kaptam. Szeretném letisztázni, hogy ez nem egy szponzorált videó, de arra gondoltam, hogy ha már mindenki annyira isteníti, akkor kipróbálom őket, és csinálunk egy egyhetes tesztet, egy hétig minden nap ezeket a termékeket fogom használni, és elmondom nektek a véleményemet róluk, miket tapasztaltam, mi a pozitív, negatív, megéri-e kipróbálni, vagy nem. Kezdjük is azzal, hogy kicsomagoljuk. Jaj, nagyon szeretek unboxingolni. Van itt nekünk egy Sonia Daily Skincare, egy Forever Active AHA növényi táplálékkiegészítő hialuronsavval, gyömbérolajjal és úristen a turmeriket hogy mondják magyarul? Kurkuma, az lesz az. Ezen kívül Forever Immune Blend, cink, C-vitamin, D3 vitamin, hát ez tökéletes. Tél és korona együtt Immun Boost mindig jöhet. Van itt még egy aloe vera gél, ez is C-vitaminos, és van itt egy aktív probé, tehát Bence közben TikTokot néz, hallgat. Ennek még utána kell járnom, hogy mit tud, de nem sokára ezzel is jelentkezem. És akkor nézzük ezt, hogy mink van. Ez lesz egyébként az arcápolási csomagunk. Ez egy nyugtató hidratáló gél. Infókat írok majd róla nektek, vagy mondok később, most csak megmutatom, hogy mink van. Ez egy ragyogást fokozó gél. Van egy gél maszkunk, ez egy olyan maszk, amit egész éjszakára fent kell hagyni, és egy gél arclemosónk, frissítő arclemosó. Találtam a csomag alján még egy maszkot is, úgyhogy valamelyik nap nekiugrunk és elkezdjük ezt az egyhetes kis próbaidőszakot. Nem akartam egyébként ebbe a videóba erről beszélni, de holnap fogok menni egy lézeres arckezelésre. Abban a videóban beszélek pár szót arról, hogy miért ilyen az arcom, és ez egy pigmentfoltok és pattanások után megmaradt hegekre való lézeres kezelés. Ezzel igyekszem egy kicsit rendbe rakni az arcomat. Úgyhogy úgy gondolom egyébként, hogy amennyire elolvastam az összetevő listát, azután a kezelés után pont jó lesz egy ilyen termékcsalád, ami ennyire tiszta és tápláló, úgyhogy meglátjuk, hogy mi fog kisülni belőle. A vitaminokat szerintem holnap el is kezdem szedni, akkor azokra egy kicsit több idő fog jutni, úgyhogy folytatjuk, most már nagyon káó vagyok. Megérkeztem nektek az update-tel, eltelt azt hiszem, hogy 3-4 hét, majdnem egy hónap telt el, mióta utoljára találkoztunk, és szeretném nektek elmondani, hogy mi történt ez alatt, a majdnem egy hónap alatt. Ahogy a videó elején láttátok, kaptam ugye egy kis csomagot, nagyon rossz voltam a menet közben dokumentálásba, ugyanis semmit nem csináltam. Nem emlékszem, hogy elmondtam-e a videó elején, viszont
Pont akkor kezdtem el használni, amikor voltam az első lézeres kezelésen, amit kaptam ott krémet. Egyébként a lézeres videót azt szerintem maximum 2-3 videó múlva fogjátok látni, úgyhogy készüljetek fel, mert nem sokára érkezik az is, ahol a lézerről is beszélek, és pár más fontos dologról is. Viszont, amikor kaptam azt a krémet a lézeres kezelésen, én azt rögtön elkezdtem használni, még ugye ott is fel kellett kenni, és de ezt majd ott látni fogjátok, és utána pár napig kentem, 2 napig körülbelül, és nem néztem meg az összetevő listát, valószínű, hogy valamire érzékeny lehetek abból a krémből, ugyanis ilyen nagyon apró tűhegynyi kis kiütések kezdtek el kijönni az arcomon, amik nem pattanások voltak, hanem egyértelműen valami allergiás reakció. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mikor is lenne jobb alkalom, mint most elkezdeni aloe verás termékcsaládot használni igazából. Úgyhogy elkezdtem ugye ezt a Sonia termékcsaládot használni, és ahogy látjátok, nagyon bejött. Elmondom először is, hogy mi volt az arcápolási rutinom. A kezelés utáni második naptól kezdtem el, mondom, használni, és akkor úgy nézett ki, hogy először az arc lemosójával lemostam az arcom, az nincs itt, viszont most nem tudok bemenni a fürdőszobába, de meg fogom nektek mutatni remélhetőleg az egész arcápolási rutint. Először azzal mostam meg az arcom. Utána, amikor ütögetve szárazra töröltem, felvittem az arcomra Aloe Vera First-öt. Ezt nem kaptam, ez nekem itthon van. Szerintem ez a kedvenc Forever-ös termékem. És elkezdtem azt használni igazából egy tonikként. Majd ezután tettem fel a sima hidratálóból, és ezt nem tudom, mutattam-e nektek, de nagyon-nagyon lágy, zselés állagú az összes krém, ami ebbe a termékcsaládban van, és jelenleg valamiért úgy érzem, hogy sokkal jobban esik az arcomnak egy ilyen hidratáló és maszk, mint a nagyon vastag zsíros krémek. Egyébként most a maszk az már az arcomon van, erről majd mindjárt beszélek. Villámgyorsan beszívódik, nem érződik nehéznek, és egy kicsit ilyen hűsítő érzés is az arcodon, úgyhogy ez volt a következő lépésem, és a lézer után körülbelül egy héten keresztül nem használtam semmilyen aktív hatóanyagot, se szalicilsavat, se retinolt, se C-vitamint, semmit, se hialuronsavat, semmit nem használtam, csak és kizárólag ezt a termékcsaládot. Úgyhogy a hidratáló után pedig esténként következik ez a zselé maszk, ami valóban az, amit a neve is mond, látjátok, itt van. Ez egy zselé állagú alvómaszk, mindennek egyébként nagyon természetes illata van, nincsen benne semmilyen hozzáadott illatanyag, ami tökéletesen jó volt a lézer után, és megvárom nyilván, hogy ez is beszívódjon, és így alszom. Jelenleg így néz ki az arcom. Annak ellenére, hogy ez egy zselé maszk, baromira hidratáló, ezt látjátok is, hogy egy látható, de nem érezhető réteget von az arcodra, amitől a hidratáló összetevők nem tudnak kifele jönni, hanem nyomódnak bele az arcodba. Ez az esti rutinom, és napközben pedig a maszk helyett ezt a zselét használtam, amit pedig remélem, hogy láttok, de itt láthattok. És ezt pedig smink alá is teljesen nyugodtan fel tudom kenni. Nem kezdett el, tudjátok, így felválni, nem kezdett el összecsomósodni. Nagyon szépen megtartotta azt az állapotát, ahogy felkentem. Aki sminkel, az tudja, miről van szó, ugyanis előfordul, hogyha primert is használtok, meg alapozót, akkor az alatta lévő rétegezett krémek, azok el tudnak kezdeni így felgöngyölődni, és igazából leválni az arcról, hogyha valami olyannal találkoznak, amit nem szeretnek, egyszer se fordult elő. És akkor a tapasztalatok. Nem tudom, mennyire látjátok az arcomat, de szerintem mostanában egyébként egészen rendben van. Pár helyen lehet, hogy láttok foltokat, vagy majd amikor az arcomat fogom mosni, akkor lehet, hogy jobban fogjátok látni. Természetesen nem tökéletes az arcom, de régóta most érzem talán a leghidratáltabbnak. Még egyszer szeretném elmondani, csak hogy mindenki hallja még egyszer, nem szponzorált videó. Az aprócska kis pattanások nyomai, illetve ha véletlenül kialakulna seb, az Aloe First-től sokkal-sokkal gyorsabban múltak el, mint eddig szerintem bármikor, úgyhogy azt azóta is megtartottam, és most már mindig az az első lépés, hogyha megtöröltem szárazra az arcom, akkor először a First-öt tonikként használom. Ha ki kellene elmennem a kedvencemet, akkor ez a krém, a 4
közül, az arclemosó és a három krém közül ez a kedvencem. Látjátok is, hogy fogyok ki belőle rendesen. Nem rossz az arclemosó se, teljesen rendben van, de azt nem érzem olyan extrának, mint a krémeket, és abból is egyébként ezt a kettőt. Ezeket biztosan újra fogom venni. Tetszik ez a krém is, de ez nekem nem annyira extra, mint ezek. Azt a krémet, amit ezelőtt használtam nappalra és vagy estére, teljesen lecseréltem most ezekre. Jelenleg úgy érzem, hogy ezek a legjobbak az arcomnak. És mondom még egyszer, ezeket biztosan újra fogom venni. Pár szót szeretnék mondani a táplálék kiegészítőkről, amit elkezdtem szedni. Fontos megjegyezni, hogy hialuron kapszulát is szedtem ez alatt, az egy hónap alatt. És azt tudni kell, hogy a hialuron kapszula az nagyon-nagyon jót tesz a bőrnek, ugyanis a hialuronsav az megtalálható a szervezetünkbe. Úgyhogy az szép és jó, hogy mi azt kívülről pótoljuk, de legjobban azt belülről tudjuk visszapótolni. Úgyhogy azt is nagyon lelkesen szedtem, ezért nem feltétlen tudom nektek megmondani, hogy a krémek miatt érzem ennyire hidratáltnak az arcom, vagy a kapszula játszik benne nagyobb részt. Remélem értitek, hogy mit szeretnék mondani. Ezen kívül szedtem még az Immunblendet, Immunoblend, majd itt megmutatom magam mellett, hogy melyikről beszélek. Természetesen ez az immunrendszerre van hatással, és nem voltam beteg ez alatt az egy hónap alatt, amíg szedtem. Egyébként se szoktam beteg lenni, úgyhogy ez nem olyan nagy dolog, de nem fájt a torkom, nem kapart. Nem éreztem allergiás tüneteket, pedig mostanában mindenre allergiás tüneteim vannak, dúl az orrom, néha kapar a torkom, úgyhogy ezeket nem éreztem, és itt még hozzátenném, hogy kaptam, tudjátok, azt a... ezt. Ez a kedvencem lett. Reggelente mindig egy kis sáttal kezdjük a napot reggeli után. Bence is szedte ezeket a dolgokat, neki is bejöttek. Tőle nem kérdeztem, hogy érzette valami nagyobb különbséget, de az biztos, hogy én kifejezetten könnyen kelek fel reggelente, ami rám nem jellemző egyáltalán. Úgyhogy ezt még szerintem a sok vitaminnak lehet betudni, ugyanis máson nem változtattam ez alatt az egy hónap alatt. Egy kapszulát nem szedtem, amit kaja előtt fél órával kell bevenni, na ezzel még vannak problémáim, tehát kaja után nagyon jól beveszem a vitaminokat, viszont előtte nem működik. Nagyon érzékeny a gyomrom a vitaminokra, úgyhogy amit kaja előtt kell bevenni, azt általában tologatni szoktam, meg arról ne beszéljünk, hogy el is felejtem. Úgyhogy azt még nem próbáltam, talán egyszer-kétszer vettem be, de semmi jelentős, viszont amiket kaja után kell bevenni, azoktól nem voltam rosszul egyszer se, pedig én nagyon-nagyon sok vitamintól szoktam rosszul lenni. Szerintem mindent elmondtam egyébként, amit szerettem volna. Ha bármi kérdésetek van, akkor igazából kérdezhettek a komment részlegbe, de csak saját tapasztalatról tudok beszélni, és akitől kaptam a csomagot, megkérdezem tőle, hogy valami linket tudok-e nektek rakni, hogyha bárkit esetleg érdekelnének a termékek. És remélem, hogy tetszett ez a kis független termékvélemény, hogyha igen, akkor dobjatok egy hatalmas lájkot erre a videóra, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengőikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!